egy perc múlva folytatódik a találkozó, itt Sopronban 43-32-re vezet a Soproni Sördögök együttes az Aegis Körmend ellen. Volt jó 6 perc az elején a Körmendnek, 7-12-nél kért időt, pontosabban 9-14-nél kért Sabáli Balázs időt, a különbség ugyanannyi volt, ugye 5 pont, és innen fordította meg. Ezt követően a hazai csapat az állást és vezetett 2-vel az első negyed után, és most 11-jel a másodikat követően. 27-18-ra nyerte a Sopron a második 10 percet. Lepattanózásban is feljavult a Sopron, 19-15-re most náluk már az előny, és 9 eladott körmendi labda az első fél időben, ez sem kevés. Tomasz. Borisov kérte el, Ferenc megy mellette. Edwards teszi hátra, Oscsics, Tomasz. Ezt most nem sikerül, de sikerül. És Borisov még elemeli és bedobja. Megint egy olyan labda, amikor úgy néz ki, hogy már-már a körmendé, aztán mégsem. 7 pontos Milos Borisov, 45-32, Lemon, Richards, Popadics, Lemon újra. Richards kéri bent, Lemon viszi végig, aztán nem jó. Indul Edwards. Borisov azonnal ellövi a hármas, de nem jó. Richardsé. Lemon. Richards, Ferencet küldi el, Popadics. Ferenc. Richards hoz be a passz. Még 4 másodperc. Hát lehet, hogy volt ott egy kis falt. Richards keze nem véletlenül akadt el Posticséban, de mehet tovább. Edwards. Technika Jante Pericának. Hát igen, következőnél kiküldik Anta Pericát, mutatja neki Sőteri Tamás. Hát ő sincs könnyű helyzetben, mint ahogy senki ott a körmendi pad környékén. Borisov bedobja az egy büntetőt, ami ebben a szezonban ugye technikai után jár, és a labda a Soproniaké. Tomasz 45-32, 46-32 most. Írták be ezt az egy pontot a táblára. Edwards, rossz helyre a passz, jöhet a körmend. Tizennégy pontos soproni vezetés a 22. percben. Lemon. Tóth Norbert be Richardshoz. Posticsé a fajt. Neki a harmadik hibája a csapatnak az első a negyedben, és jön Trepák Zoltán a helyére. Popadics dobja be. Lemon. Tomasz állítja meg. Lemon betöréseire nagyon figyelnek a hazaiak. Popadics engedi el a hármast, és nincs szerencséje. Dénessé a lepattanó. Tomasz. Marad a 46-32. Trepák kapja hármasra, az övébe esik. 5 pontos Trepák Zoltán. 49-32, ez már nagy különbség. Támadó hiba. Walter Lemonnál. Körmendi időkérés. Tomasz indíthatja a soproni támadást. Dénes, Borisov. Egy csel után bedobja. Edwards szerezte vissza, de alulról talált el a gyűrűt. Lemon viszi rá Dénesre. Egy faltot harcol ki.
Az első büntető nem jó. Ez volt a második körmendi büntető összesen a meccsen, ez a harmadik, ez már bent van. Popad is dobhatott egy plusz egyet eddig. Dénes kevés falttal hozta az első félidőt a soproni csapat. Edwards. Dénes, Edwards. Thomas. Ő kért egy blokkot, Edwards a sarokba Borisovhoz. És kosár van, egy falt lemondnak, a harmadik. Kecskeméten hosszabbítás van. Volt, kettővel nyert a hosszabbításban a Kecskemét, méghozzá egy három pontossal. Thomas, nem jó. Tóth Norberti a lepattanó. Richards. Kapák veszi el tőle. Richards kérte számon a játékvezetőkön a faltot. Borisov betörése nem jó. Nem eredményes. A betörés még csak jó volt, a dobás nem. Ferenc lódul meg. Ferenc Csaba, mint egy kugli golyó be a sűrűbe. Dénesé a falt, és jön Török Roland. Richards vonja kérdőre Víg játékvezetőt. Aztán lemegy, jön helyére Török Roland. Nem kapkodja el Richards a levonulást. Van valami problémája is egyébként, mert Csillag Péter vette kezelésbe még a meccs előtt. Nem teljesen fájdalommentes az ő játéka. 49-33, Lemon szépen játsza meg. Török Rolandot, aki falttal együtt dobja be. Popad is rántja össze a körmendi ötöst. 49-35. Bent van Török büntetője. Ő ezzel 3 pontos, 49-36. Dénes, Thomas. Ante Pericát tessék el, Szabó Gergő a pályáról. Megjáratják most a soproniak, de nem jó, hármas. Ferencé a lepattanó. Lemon kapja. Tóth Norbert. Futott keresztbe, egyelőre nem kapta. Blokkot kér Lemon. Török segít neki, Lemon indul be a sűrűjébe, és gyönyörű szépen fejezi be. 8 pontos Lemon. 49-38-nál Sabáli Balázs kér időt. Valamivel több mint 4 perc telt el a harmadik negyedből. A soproniakat hívta a pályára Szabó Gergő. 11-re zárkózik 17-ről a körmend. 49-38, 49-32 is volt. Thomas. Dénes adja vissza Thomasnak. Tepák igyekszik zárni, Thomas a sarokba Borisovhoz, és a hármas nem jön. Tóth Norberti a lepattanó, Lemon. 5,5 perc még a negyedből, Lemon megy be a sűrűbe. És azt mutatja a játékvezető, hogy nem jó a kosár. Támadó hiba Lemon ellen. Azt a kutyafáját. És akkor ez Walter Lemonnak a negyedik hibája. Hát ez nem lényegtelen döntés volt most, hogy itt mit fúj a játékvezető. És nem mondom azt, hogy nem fújt helyesen. De ez így most nagyon necces a körmennek. Trepák és Dénes le. Takács és Poscsics a pályán, a Sopronban. Jön majd Latinovics a körmendben. Takács hátra Thomashoz. Ez nem jött jól a körmennek. Lemon egy kicsit talán túlpörgött ennél a betörési kísérletnél. Most viszont labdát szerez. Tóth Norbert zicserben. Ez sportszerűtlen hiba kell, hogy legyen. Hát elé feküdt az zicserbe futó játékosnak Jermaine Thomas. Ez sima falt. Sima falt. Hihetetlen. Zicserben lévő, előnyben lévő játékos lökött el Jermaine Thomas. Hogy lehet ez sima falt? Jön Latinovics.
Hát ezt most megúszta a Sopron. Tóth Norbert dobhat kettőt. Lemon ment le. Az első büntető bent van. 3 pontos Tóth Norbert. 49-39. Ez is jó. 10-en belül a körben. 4 pontos Tóth Norbert. Tomasz. Most már 8 pontos rohanásban a körmend. Edwards bement a sűrűbe, jól védekezett a körmend. Hozzáér Borisov, oldalról jöhet a körmend. Tiltakoznak a soproniak, csak nem tudom miért. Tehát teljesen egyértelmű volt, hogy Borisov hozzáért, mert a nézőtérről voltak páran. De hát persze mindenki más szemüveggel, szemszögből nézi a találkozót. Ferenc. És jön a tripla Ferenc Csabától, a negyedik. 12 pontos Ferenc Csabi, 49-43. A 26. percben, már csak 6, az a 17. Edwards. Nem jó, a lepattanó Posticsé. Tomasz, Popadics megy vele. Tomasz, jó védekezés. És jön a gyilkos hármas Kapás Norbertől. ...52-43, Popadics, de nem lefutott a meccs, Ferenc tempó, bent van! 14 pontos Ferenc Csabi, kevesebb, mint 4 perc. Ante Perica, nem tudok más mondani, föltöri a parkettet a cipőjével. 52-45, Tomasz. Támadó hiba, most a soproniaknál. Posticsé negyedik hibája, jön helyette Tóth Gergely, és lement Edwards is, Ruják Andrással be. 52-45-nél Popadics, Ferenc, Tóth Norbert kapja a leosztást, és kint van a labda. Költöz csaptam érgében, de nem pattant el a labda, a kezében volt. Ezért még talán nem jár technikai. Borisov. 3,5 perc a negyedből. Tomasz. Jön a tempó, és ez bent van egy pici szerencsével, de Tomasz már 12 pontos. 54-45. Tóth Norbert, Ferenc. Lakás megy vele. Ferenc hármas újra, az ötödik, 17 pontos Ferenc Csabi. 54-48. Popadics ellen a falt, Tóth Gergely a földön. Összefutott Tóth és Popadics, utóbbi húzta a rövidekbe. Ruják dobja be. Tomasz. Borisov. Megvan Tóth Norbertnek a labda. Ferenc kérte, nagyon egyelőre nem kapta, Popadics a másik oldalon. Latinovics. És Tomaszé. Eladta Popadics, illetve Latinovics, bocsánat. Ferenc visszaszerzi. Török Roland kap egy remek labdát. 5 pontos. 54-50. Teljesen nyílt a meccs.
Szimint a nagy felhördülés azért volt, mert a körmendi 5. csapat személy után nem dobhatott büntetőt a Sopron. Most már ez így marad. Komasz. Tehát Ruják. Latinovics megint a földön. Cipőjével. Az lépés. Hiába, hát lépés volt Tóth Gergelynél, így van. Belül vagyunk az utolsó 2 percen a harmadik negyedben. 54-50. Popadics. Ferenc fut át, és kapja. Érzi a vérszagot a körmen, Török. Borisov mellett, és micsoda kosár, Török Roli! Elképesztő! 2 pont, 54-52. Hát most megmutatja a körment, hogy tud kosárlabdázni. Ruják, Török mellett, nem jó, Tóth Norberté a lepattanó. Popadics, 1-20 a negyedből, és 2 pont csak a különbség. Popadics, jön Ferenc. Ott van Tóth Norbert, 2-se, bent van, egyenlő! Micsoda rohanás! És tud támadni, tud játszani ez a csapat. Richards mosolyog, tapsol. Lemon is talpon. Egál, 54-54. Borisov. És bent van a hármas, csak úgy szottyan. 11 pontos Milos Borisov. 57-54. Popadics. Latinovics. Nem Ferenc, bocsánat. Popadics, Latinovics itt van ezen az oldalon. Borisov fajtja. Ezt most egy kicsit talán Popadics adta el. Borisov ezt reklamálja. Van némi igazsága, de hát láttunk már hasonlót. 57-54. Popadics dobhat 2-t. Bent van. Négy pontos Popadics, 57-55. Ez is jó. 5 pontos Popadics. 57-56, 34 másodperc még. Már csak fél perc a harmadik negyedből. Ruják. A testvére Bence most nincs ott a soproni 12-ben. Ruják, és még megtartja, még van 5 másodperc. Borisov, és bedobja. Hát ő nagyon rutinos, hidegvérű játékos. Van még 6 másodperc. Popadics, föl kéne nézni az órára. Popadics, el kéne dobni, mert nem lesz kosár belőle. 59-56, 3 pont, de ezt a negyedet a körmen nyerte. Popadics. És a negyedik negyed. Latinovics megy be, és elrontja az ittszer. Borisov pedig szépen volt meg a helyzet. Ruják. Borisov. Ruják. Most minden körmendit szarháziztak le a soproniak, és nem szeretném újra emlékeztetni őket arra, hogy kikülnek a kispad végén. Edwards 6. pontját szerzi közben. Popadics, Tóth. Ferenc, 61-56. Török a földön, Ferenc elvállalja, nagyon messziről, ez így nem jó. Edwards a lepattanó. Szól a síp.
takarításra van szükség. 15 másodperc még a támadó időből. Öt pontos hazai vezetés, tehát ez egy kis takarítás meg a másik oldalon is. Borisov, miközben újra megy a játék, és ez már kint van, jöhet a körmend. Van némi probléma itt is a LED falakkal, a LED reklámokkal, most csak egyetlen egy blokk működik. De hát nézzük inkább a játékot. Popadics, Ferenc, Latinovics, Ferenc, Török, Dénes mellett, Török. És nincs szerencséje megint a körmennek. Dénes hátra, kicsit hosszú volt, Borisov, jön a hármas. 16 pontos Miloš Borisov. 64-56, megint ellép a Sopron. Ferenc kapja. Ez így nem jó, és a lepattanó, Tóth Norbert, hát talán ez nem mehetett volna. Edwards, lépés, ezt mutatja Szabó Gergő is. Jön vissza Richards, Török Rohan kap pihenőt. A 33. perc, 8 pontos soproni vezetés, 64-56. Latinovics. Mondanom sem kell, természetesen folyamatosan együtt dolgozott a társakkal, Omcsiló Latinovics. Richards. Tóth Gergely mellett Richards rövid. Borisov. Borisov megállíthatatlan, 19 pontos már, a harmadik tripláját sülyezti el. Újra 10 fölött a különbség, 67-56 körmendi idő. Popadics 67-56, tehát körmendi időkérés után vendégtámadás. Ferenc. Richards vissza Ferenchez. Richards kapja. Ajaj, és ez, hát, én szerintem Borisovról ment ki, de a lényege nem változtat, marad a 67-56. Borisov. Dénes, az ő triplája nem jó, Ferencé a labda. Popadics. Latinovics elvállalja a hármast, rövid. És Dénes indítja, szökteti saját magát. És ott a viccer. 69-56. Richards. Popadics. Latinovics, Ferenc. Tóth távolról, nem jó. A másik Tóth. Gergely szedi le a lepattanót. És a körre mendi Tóth. Norbert kapja a személyhibát. Jön vissza Lemon Latinovics helyére.
Kevesebb mint 6 perc a végéig, 13 ponttal vezet a Sopron. Edwards, Borisov. Egy ellépés, egy tempó, ez nem jó. Tóth Norbert. Túlják üti be a faltot. Popadics. Richardsben, Zitzerben, a labda a gyűrűben, 12 pontos, Ryan Richards, 69-58, 5-20 még a végéig. Edwards, Vénes gondolja meg és elindul befelé, hátrapassz, Edwards tripla, ez is bent van. Hát ez ellen nehéz. Borisov 2-3-as után Edwards is betalál ebben a negyedben, 72-58. Richards. Rövid. Ferenc Csaba kérte itt nagyon kint. Hármasra. Edwards. És még ezt is bedobja. 11 pontos. Edwards újabb körmed időkérés. 74-58. 5 perc 19 másodperc alatt. 2 körmendi pont. Ez is Richardstól. Nála akadtak el rendre a körmendi támadások. Nem szeretném bántani ezzel, de látszott, hogy nélküle sokkal hatékonyabb, sokkal mozgékonyabb a körmendi támadás. Richards most nincs a pályán. 4-40 sincs már hátra. 74-58. Ferenc. Ugye a 29. percben még egyenlő volt. 54-54. Ferenc. Bent van a hármas. A hatodik triplája. 20 pontos ezzel Ferenc Csaba. 74-61. Edwards. Borisov. Rúják. Nem jó Edwards dobása, és elüti Tóth Gergely lapalja, ahogy Becce néven ugye hívják, hogy Borisov. Megöli a körmendet az újabb triplájával, 22 pontos. 77-61. Lemon, 3-43 már csak a végéig, Popadics. Sok mindent le lehet szerintem szűrni ebből a meccsből is. Nyilván 5 játékossal meg 6-tal nem lehet végigjátszani egy meccset. De azért lehet látni a különbséget, hogy milyen összetételben, milyen összeállításban, milyen a körmendjátéka. Tomasz jön vissza hosszú idő után a soproniaknál. Ulyák András kapott pihenőt. Jön vissza majd Posics. Popadics dobta be. Hasonló a helyzet, mint odahaza a Kaposvár ellen. Volt egy jó rohanása, egy felzárkózása a körmennek. A 10 perc jó játékkal nem lehet meccset nyerni. Persze van még 3,5 perc, meg 4 másodperc. 14 pontos soproni vezetésnél. Borisov dobja be. Edwards. Vénes. És visszaszerzi a saját lepattanóját, ez már Lemoné. Nem tudják megállítani, Popadics kéri. Faltal együtt dobja be Popadics, Edwards volt szabálytalan. 9 pontos Marko Popadics. Edwards harmadik hibája.
Bent van a plusz egy is, 10 pontos Popadics. Tomasz, 77-66, 11 közte. Tomasz. Borisov. Úgyhogy az imént említettem a különbséget a játékban, ez nem csak a támadásban, védekezésben is látszott. Dénes, egy újabb hármas. 80-66. Lemon. Bent van a tempó, Walter Lemontól. 10 pontos. Lemon. Borisov. Vénes, 80-68. Thomas. Edwards lépett be az alapon, a felől be is fejezi. Mutatnám iskola játék, 82-68. Lemon. Elcsusszant az a támaszkodó láb. Lépés hiba. Thomas. Megszerzi Ferenc. Tóth Norbert, Ferenc, Tóth. 3-1-ben sikerül elrontani. Hú, a Borisov. Ez elég csúnya volt. Időkérés következik, és jön Dr. Péter a körmentben, de majd csak az időkérés után. Lemon dobja be. Ferenc kapja. Lemon. 1-35 a végéig. 14 köztem. Lemon, nem jó a tempó, és a lepattanó Posticsé. Dr. Péter tehát játékban a körmenben. Thomas. Énes. Thomas. Edwards. Bent van az utolsó pillanatban. Mario Edward, 84-68, az utolsó perc kezdődött meg. Lemon. Most egy kicsit könnyebben jön a falt Szabó Gergőtől. Nem oszt, nem szoroz. Edwards negyedik hibája. Sabáli Balázs azt hitte, hogy Edwards kipontozódott, de nem, ez még csak a negyedik hibája volt. Így rúják. András visszaül a padra. Walter Lemon szerzi 11. pontját. Megérdemelt hazai siker születik, de azért a körmend megmutatta, hogy tud harcolni, tud küzdeni. Persze sovány vigasz. Ha megint csak a vereségek száma szaporodik. Thomas. Edwards. Vissza Thomashoz. 84-70-nél. Török Rolandi a falt. Faltal együtt dobja be Zsörmán Thomas. Thomas plusz egyje jön. Ami nem jó, és a lepattanó is a hazaiaké, Posticsé.
kezében landol. Borisova gólja Tomasznak, fél perc sincs hátra, 86-70. Doktor állította meg. Ez így nem jó letelt a támadóidő. 14 másodperc marad még, meg 6 tized a meccsből. Lemon. Ante Perica mutatja, hogy tessék teret adni, helyet adni Lemonnak, aki nem törve hármast vállal, bedobja. 15 pontos ezzel volt Lemon. Edwards, még van idő a válaszra. Ferenc állítja meg Edwardsot, Edwards bedobja. Ezzel ő 17 pontos, 3 tized van még 88-73-nál. És itt a vége, 15 pontos soproni siker tehát a Körmend ellen. Hencsei Tamás és Katona Imre ölelkezik össze, és gratulál Hencsei Tamás, aztán Pojbik Szabolcsnak is. Megérdemelten győz a Sopron, jobban játszott a hazai csapat. A Körmendnek maradt a fellángolás a harmadik negyedben, amire talán lehet építkezni. Ferenc Csaba öleli meg egykori mesterét, Katona Imrét. Egy újabb körmendi vereség, újabb soproni siker tehát a végeredménnyel búcsúzom, és köszönöm meg munkatársaim nevében is mindenkinek, aki velünk tartott. Soproni Sördögök, Égisz Körmend, 88-73. A viszontlátásra, viszonthallásra.